Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ma este a Városi Televízió februári első adását látják. Ma esti adásunk is a szokásos módon alakul. Először mesét vetítünk a gyerekeknek, majd 7:30-kor látják híradónkat, melyben összefoglaljuk az elmúlt hét eseményeit. Most azonban gyerekek, tiétek a képernyő, következik az esti mese, benne Tom és Jerry. Jó estét kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódó kedves nézőket. Önök a Városi Televízió februári első híradóját látják, melyet szokás szerint az önkormányzat híreivel kezdünk. Január 30-án tanácskozott Pécsváradváros önkormányzata, az ülés témáiról Zsáli János polgármester beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. Polgármester úr, az idei első önkormányzat ülésen már megszületett a város 2006-os költségvetése. Azt hiszem, hogy talán büszkék is lehetünk erre, hiszen a megyében még nagyon kevés városban volt erre példa, hogy a januári utolsó napokban már kész költségvetése, megszavazott költségvetése volt a városnak. Ez Pécsváradon úgy tűnik az idén sima ügy volt. Hát én örülök annak, hogy Pécsvárad város önkormányzatának a gazdálkodása stabil. Erre tettem utalást már a szilveszteri riportban, akik ott látták azt a adást, akkor ott elmondtam azt, hogy nem csak a 2006. évi, hanem én úgy látom, hogy a 2007. évi költségvetése is ennek a városnak már rendben van, megalapozott, és a gazdálkodása is olyan, hogy biztosítja a gond nélküli intézményi működést, és emellett még fejlesztésekre is futja, talán nem is kis fejlesztésekre, hiszen vannak folyóberuházásaink is, és bevettünk egy jó néhány olyan dolgot a költségvetésünkbe, és erről döntés is született, majd a pályázásról is döntés született ezen az ülésen, tehát visszatérve a kérdésed lényegére, és a város önkormányzata 2006. évi költségvetése biztosítja a gond nélküli működést és a beruházások gond nélküli befejezését. A decemberi riportban, amikor még csak koncepció szintjén tárgyaltátok, akkor már a nézőknek említettünk számokat, ugye szóba kerültek a különböző normatívák, illetve térítési díjak, vagy akár a vízdíj emelése, ezt most talán hagyjuk. Változtak-e valamilyen módon, vagy jelentős módon a költségvetés keretszámai a költségvetési koncepcióhoz képest? Hát az országgyűlési döntés értelmében igen, elsősorban a szociális ágazatba, itt a mi esetünkben a gondozási központnál változott lényegesen, de az iskolánál is a tavalyi szinten maradt. Ez mindenképpen pozitív dolog volt az eredeti koncepciónál is, gondolathoz képest. Különösen azt gondolom, hogy helyén való volt az a visszaváltoztatás, mert olyan nagy csoda nem történt, hogy a szociális ágazatban visszaállították jó részt azokat a normatív támogatásokat összegszerűségében, amelyek az elmúlt években voltak, és egy kicsit a szerkezetében is változtattak, talán előnyére az egész rendszernek. Bonyolultabb lett, de talán több pénzhez juthat Pécsváradváros város önkormányzata és a gondozási központ esetében. Az előző évhez képest történt-e valamilyen emelését, úgyha tudom, hogy ha jól emlékszem, az intézményi normatívák dologi kiadásai talán emelkedtek valamennyit. Igen, hát itt ugye a médiákból hallhatjuk, hogy az ÁFA így úgy befolyásolja a költségvetés, vagy az önkormányzatok költségvetéseit, a kiadási oldalon pozitíve. Kétségtelen van ilyen tartalma is. A mi
költségvetésünk most a végleges, a koncepciónál még a tavalyi szinten számoltunk, most a végleges pedig a tavalyi dologi kiadásokat megvizsgálva, illetve ennek ismeretében a 2006. évi dologi kiadásokra 5%-ot tettünk rá. Ezt úgy látjuk, hogy biztonságosan elégséges azokra a dologi kiadásokra, amelyek az intézményeket érintik. Hát itt a leglényegesebbek, nincsenek itt nagy beszerzések, itt leglényegesebbek az energiajellegű költségek, a gáz, a villany, a víz és ehhez hasonló élelmiszerbeszerzés, ami a konyhákhoz szükséges, ezek a legnagyobb nagyságrendben rendelkező költségek. Milyen arányba fogadta el az önkormányzat a költségvetési tervezetet? Az önkormányzat egyhangulag fogadta el. Hát erre ezt is mondhatom, hogy a bevételi oldal az önkormányzati szférában nagy biztonsággal meghatározható. A kiadási oldalt az intézményeken túl pedig meghatározta már az a néhány beruházásunk, elsősorban nagy beruházások, a tanúszoda befejezése és a szennyvíz beruházás befejezése, amelyeknek a nagyságrendje már több mint egy éve ismert, és ehhez néhány apróbb beruházási jellegű kiadást rendeltünk hozzá, és mindezzel együtt az önkormányzati költségvetés nem gondolkodik hitelfelvételben. Nézzük tovább a napirendi pontokat, szociális rendelet módosítására került sor. Hát ez egy faramuszi módosítás volt, Pécsvár város önkormányzata előre szaladt egy kicsit a dolgokba. Az országgyűlés az elmúlt évben döntött bizonyos hatásköröknek jegyzői hatáskörbe helyezéséről, és ennek az életbe léptetését 2006. január 1-jében határozta meg. Közben a két ünnep között jött egy másik döntés, hogy ezt a határidőt 2007-re kitolták. Itt tulajdonképpen nekünk vissza kellett csinálni az eredeti dolgot. Sietett Pécsvár város önkormányzata, nem kellett volna ennyire, vagy az országgyűlés lehetne egy kicsit megfontoltabb. Ez mindenképpen jó, hogyha mi egy kicsit előre járunk a dolgokban. Ezután a következő napirendben pécsvádi óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására került sor. Itt volt az óvoda vezetője is. Igen, hát ez egy szakmai anyag, amelyet az óvoda dolgozói, a szakmai stáb, a szakmai felügyelet vagy véleményező központ, az ANTS, és sokan áttekintenek, és ezt követően kerül a testület elé, amelyben a testületnek igazából nagy mozgástere nincsen, hiszen ezeket a dolgokat a gyermekek szóló gondoskodást óvodában, ezt jogszabályok egészen pontosan meghatározzák. Ez egy egységes szerkezetbe került anyag, amelyet hát vita nélkül elfogadott a képviselőtestület. A következő napirend azt hiszem örvendetes, hiszen telekár megállapításokról volt szó, és hát azt kell, hogy mondjam, majdnem minden önkormányzat ülésen előkerül egy-egy telek, tehát ez azt jelenti, hogy van igény a pécsvári telekekre, ha jól tudom, most már ipari területekről volt szó konkrétan. Igen, hát ez tényleg örömteli, hogy pécsvári vállalkozások bővülnek, vagy telephelyet szándékoznak kialakítani. Volt nem pécsváradi érdeklődő is. Konkrétan ismét érdeklődés mutatkozik a Holt strand területére, és a Pécsi úttól délre majdani iparterület iránt is van érdeklődés. Mindkettő örömteli, sőt a strandra két érdeklődés van. Itt a testület úgy döntött, hogy az első jelentkezőnek, a mostani első jelentkezőnek, már előzőleg is volt érdeklődés, már ajánlja fel a területet, és ezt követően hát megkezdjük a tárgyalásokat, mert meglátjuk, hogy eredményes lesz-e. A ülés óta eltelt néhány napban elmondtuk az érdeklődőknek az árakat, nem tűnik esélytelennek a megegyezés, én úgy látom. Az iparterület az azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindegy, ott valamilyen ipari tevékenység fog majd létrejönni a strandra. Egy mondat elég még térjünk vissza, anélkül, hogy az érdeklődőket megneveznénk konkrétan, mit szeretnének ott csinálni az érdeklődők? Az egyik érdeklődő lakásokat szeretne kialakítani, a másik érdeklődő pedig idősek otthonában gondolkodik. A testület a lakás kialakítást preferálta, de egyébként is ez az érdeklődő volt, néhány nappal előbb megelőzte a másikat, tehát én azt gondolom, hogy a korrektség is azt kívánja, hogy elsőként őneki ajánljuk fel. Az előre meghirdetett napirendi pontokban az utolsó a különböző pályázatok beadásával kapcsolatos döntések előkészítése volt. Milyen pályázatokat adtunk most be? Hát elég szertág a szó, és bízom benne, hogy minél többet sikerül megnyerni.
amit tehát a kultúrától a város infrastruktúráját fejlesztő beruházásokig kiírtak egy olyan pályázatot, amelyre a Szent Háromság szobor és a templomtéri szobroknak a helyreállításával, restaurálásával tudunk pályázni. Ennek már régóta megvan az engedélye, csak nem volt eddig olyan pályázat, ahol ezt be lehetett volna, mi most megpróbáljuk. A Baranyi megyei területfejlesztési tanács ismét kiírta a pályázatát, sajnos elég szerény összeggel, és most már elmondhatom, a testületi ülés óta az is eldőtt, hogy Pécsvárt 7 millió forintos támogatással, mint egy 10 millió forintos nagyságrende járdára tud pályázni. Ez már elfogadottnak tekinthető ez a szám. Ennek egyébként az a nehézsége, hogy ezt a pénzt majd 3 évre elbontva 2006-2007-2008-ba kapja a város, tehát meglehetősen szerény mértékben lehet csak évente felhasználni. Foglalkoztunk egy olyan gondolattal, és ezt a pályázatot is beadjuk, hogy utcák szélesítése, utcák aszfaltjának a szélesítése és a vízelvezetésnek bizonyos megoldása a város elég jelentős területén. És hát felvetődött egy gondolat, ez pedig az 56-os évfordulóhoz kapcsolódik, hogy az 56-os emlékművet vagy szobrot, amelyik a Kossuth téren van, esetleg bronzba önteni, vagy egy másik alkotást készíteni. Hát a testület az alkotóval egyetértésben úgy döntött, hogy ennek a szobornak a bronzba öntését pályázza meg a képzőművészeti lektorátusnál. Ez a közeli napokban beadásra kerül. Egy pozitív dolog van ezekben a pályázatokban, ha az összegek szerények is, amit nyerni lehet, de mindenképpen március végéig döntés várható, hát nyilván a politikai jogból, ezért bízunk benne, hogy hamarosan megtudjuk azt, hogy igen, támogatják-e a pályázatunkat, vagy nem. Hát akkor új feladat után kell nézni, van még bőven a városban. Ezekkel a pályázatokkal már át is mentünk az úgynevezett egyebekbe, hiszen az 56-os emlékmű kérdése nem volt előre meghirdetett napirendi pont. Elhangzott itt több javaslat is, részedről volt, ha jól tudom, egy felvetés, hogy a városban születendő újszülötteket köszöntse valamilyen módon az önkormányzat. Igen, hát ezt testület elé vittem, természetesen nem mindig az embernek a saját ötlete. Erre javaslatot kaptam külső pécsvári polgártól. Nyilván az ötlet onnan is származhat, hogy hát az országban is foglalkoznak ezzel a gondolattal, tehát a ma megszületendő gyermekek kapnak egy úgynevezett kötvényt, én teljes részleteiben nem ismerem ezt a konstrukciót, és hát ezért Pécsváron is felvetettük ezt a gondolatot. A testület foglalkozni fog ezzel a kérdéssel néhány héten belül, tehát a következő ülésen döntés születik. Itt ami körül kibontakozott az esetleges vita, az az, hogy ezt azonnal adjuk-e és az anyának a kezébe ezt az összeget, vagy csatlakozzunk azzal a 18 év múlva lejáró dologhoz. Hát ez megítélés kérdése. Az én véleményem az, hogy a kézzelfogható forintok biztosabbak, mint egy 18 év táblatában felsejlő, esetleg kicsit nagyobb összeg, ha még esetleg nagyobb is lesz. Most van talán ezeknek a fiataloknak arra szüksége. Most ezek az összegek azért, ha bármilyen döntési születik, ha igenlő döntés születik, akkor sem hatalmas nagyságrendűek, tehát néhány 10 000 forintról tudunk itt esetleg dönteni személyenként, mert hát ennél többre nincs lehetősége a városnak. A következő napirendi pontban a Történeti Városok Szövetségéhez való csatlakozásról esett szó. Igen, ezt Pécsvárd város önkormányzata, vagy egy az mellett működő bizottság még az elmúlt év szeptember-októberében összehívta azoknak a városoknak a vezetőit, vagy képviselőit, akik Baranyában tehát jelentős történelmi múlttal rendelkeznek. Hát azt mondom, hogy Esztergomtól Debrecenen át Kőszegig Pécsváradig, és hát nagyon sokan megjelentek ezen a találkozón, és 16 város köztük mi is alapítói lennénk, vagyunk ennek a Történeti Városok Szövetségének. Aztán ezt követően az alapítókirat megfogalmazása során kiderült, hogy ezekhez ilyen önkormányzati szférában
a testületek megerősítése is szükséges. Ezt kértem a testülettől, hogy ezt a szándékot, amelyet akkor lenyilatkoztam én az adott kongresszuson, azt erősítse meg, és legyünk alapottói a Történeti Városok Szövetségének Magyarországon. Erre azt hiszem történeti múltunk és jelenünk is feljogosít, és nagy örömmel csatlakoztunk ehhez a szövetséghez. Ez nyilván egy alakuló dolog. Hogy látod most, milyen előnye származhat ebből a szövetségi csatlakozásból a városnak? Én abban bízom, hogy dr. Újvári Jenő, tehát egy olyan ember ennek a mozgatója, aki elhivatottja a történeteknek, a történelmiségnek, Pécs városánál is fontos szerepet tölt be ebben a kategóriában. Én bízom abban, hogy az ő vezetésével, vagy az ő tímjének a vezetésével egy olyan összefogás jön létre, amely nem csak a turizmus fejlesztését segíti, hanem ezeknek a történeti értékeknek a megőrzését, nehogy Isten felújítását is szorgalmazza majd, és egy ilyen közösség ráhatása majdan az akkori kormányzatra, vagy a jövő kormányzataira, én úgy gondolom, hogy fontos dolog lehet annak érdekében, hogy ezek az értékek ne kallódjanak el, ne rombolódjanak le és ne vesszenek el. Itt nem csak az épített értékekről, hanem a kulturális értékekről is, egyáltalán a humanitárius értékekről is szó lehet minden fokon, a nyelvtől kezdve egészen a népművészetig, vagy az írásokig, tehát az írott és a képi kultúráig is nagyon-nagyon nagy lehetőséget érzek ebben a szövetségben. Következő napirend még egy csatlakozás megtárgyalása volt, nevezetesen egy a kistérségbe szerveződő KHT-ről van szó. A januári kistérségi ülésen felvetődött az a gondolat, hogy a pécsvári kistérségben, ha alakítanánk egy KHT-t abból a célból, hogy a majdani, már többször emlegetett Sióvölgyi rendszerben szállítaná a szemetet, akkor egy kicsit saját magunk rálátnánk annak a működésére, a gazdálkodására és így tovább. Akkor javaslat, hogy 19 polgármester úgy láttott a kistérségbe egyhangulak, hogy ezt a KHT-t létre kell hozni, és mi a 30-i testületi ülésünkön ehhez a KHT-hez való csatlakozást a 3 milliós törzstőkével eldöntöttük. Ezzel a KHT-ben mintegy 30%-os szavazati arányhoz jutott volna a város. Azt követően, a testületi döntést követően 3 napon belül összeült nem emiatt, hanem egyébként a kistérségi társulás tanácsa ismét, és ott egy bővítési szándék hangzott el a Weckler elnök úr részéről, arra vonatkozóan, hogy ebbe a KHT-ben még mintegy 10 települést a déli és a délkeleti részről vonjunk be, vegyünk be. Hát itt Fekedre, Vémindre, Marázára, Gerezslakra, Himesházára, Erdősmárokra, hát hogy néhány települést említsek, Mária Kémind is többek között, vegyünk be, és ők csatlakoznának. Ezáltal a kiszolgált lélekszám növekedne, a 13 ezerről mintegy 18 ezerre, talán gazdaságosabban lehetne ezt a KHT-t működtetni. A határozatunk emiatt a kezdeményezés miatt okafogyottá vált, így a 28-as dolgot újra meg kell tárgyalnunk, és bele együtt a 28 tagú KHT-nak az alapítókiratát is. Ez a téma a következő testületi ülésre visszajön. Polgármester úr, köszönöm a tájékoztatót, illetve hadd kérdezzem még meg, hogy volt-e még olyan téma esetleg, amiről nem tudok most, és még a testület előtt volt. Pontosnak találod-e esetleg a lakosságot még tájékoztatni valamiről? Hát én azt szeretném elmondani, hogy ugye tudjuk, választások közelednek. Én azt kérném a pécsvárdiaktól, tavasszal még ugye a nagy választás jön, itt meg fognak jelenni a politikusok a közeli napokban. Én arra kérek mindenkit, hogy bármilyen politikus jön, hiszen célja a parlamentbe kerülés, próbáljuk kulturáltan fogadni őket, kulturáltan meghallgatni, és hát ha véleményünk abszolút nem egyezik, vagy árnyaltan egyezik, csak ezt ne hangos nyilvánítással mutassuk ki, hanem majd a előadott programok alapján döntsük el mi magunk, hogy hova szavazunk. Én azért azt kérem mindenkitől, hogy hát a tetteket minősítsük, egyelőre ne a szavakat. Én bízom benne, hogy egy kulturált választás fog Pécsváron is történni, és abban is bízom, hogy talán az országban is.
Február 2-án városunkban ülésezett a pécsváradi többcélú kistérségi társulás. Az ülésről, melyhez egy kis ünnepély is kapcsolódott, dr. Vekler Ferenc elnök beszélt kameránk előtt. A kisztérség mai ülésén nagyon sok fontos téma került szóba. Ezek közül is kiemelném azt, hogy a kisztérség minden települése számára ma számítógépeket adtunk át, amelyet a korábbi informatikai projektnek a megnyerése után vásároltunk meg. Minden egyes kistelepülés és nagyobb település egy-egy komplett számítógépet kap, amelyet tetszés szerint használhat. Ebben a projektben zajlik az önkormányzati szoftvereknek a telepítése, és egy másik hasonló pályázatnak az előkészítése is, amelyben a szélessávú internet elérést biztosítjuk 76 település számára. Úgy prognosztizálom, az év végére vagy jövő év elejére az önkormányzatokban elkészülnek a szoftverek, elkészül a szélessávú internetezés alkalmas hálózat, és önök a lakosság otthonról interneten keresztül intézheti az önkormányzattal kapcsolatos ügyeit. A másik fontos kérdés egy közhasznú társaságnak az alapítása volt. A 19 település plusz 7 település a Mohácsi kistérségből úgy döntött, hogy a szemétszállítást egy közös cégbe fogja a jövőben elvégezni. Ehhez az eszközöket a Siovölgye hulladék hasznosítási projektként elnevezett pályázaton nyertük el. Két nagy teljesítményű szemétszállító gépkocsit fogunk kapni ebből a projektből, és a közhasznú társaság fogja a jövőben ezt a tevékenységet végezni, amikor elkészült Cikon az európai színvonalú lerakó, és Pécsváradon az a hulladék udvar, ahol a hulladékok szelektálása zajlik. Nagyon fontos téma volt, mint minden évben, a CD és TEKI, vagyis a megyei pályázati pénzeknek a szétosztása. Hát sajnos most fordult elő először, hogy nem konszenzusos megoldással tudtuk ezeket a forrásokat szétosztani, hanem többségi szavazás döntött a pénzek szétosztásáról. Ennek az oka, hogy az idén sajnos nagyon kevés pénz áll rendelkezésre. Összesen 31 millió forintról tudtunk dönteni, de ez is 3 évre szétosztva áll rendelkezésre. És a természetesen az utolsó évben minden polgármester szerette volna a településén valamivel le tudja zárni ezt a ciklust. Hát a többség végül is megelégedéssel ment haza, egy-két polgármester fájdalja, hogy kevesebbet tudott a települése számára kiharcolni, mint amennyit ő szeretett volna. Ezek voltak a fő témái a mai ülésnek. Remélem, hogy mind az informatikai projekt, mind a hulladékszállítási projekt a jövőben folytatódik, és sikeresen be tudjuk fejezni az év végére. Január 24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Házban léptek fel a helyi amatőr egyesületek és oktatási intézmények diákjai. Kérem, tekintsék meg Füri Ferenc képes összefoglalóját. Himnusz megírásához kapcsolódik. 1823-ban, január 22-én ezen a napon fejezte be csekként azt a verset, amely később a magyar négy himnusza lett. 183 évvel ezelőtti eseményre emlékezünk a mai napon, úgyhogy visszamegyünk a múltba is, de mindenképpen a jövőbe is, hiszen az első programjaink egyikében a legkisebbek, a jövő nemzedék fog erre a színpadra lépni. A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük Kultúra kisvárosában. Mi pécsváradiak nagyon szeretjük ezt a jelzőt, örömmel hallgatjuk, amikor a városunkra mondják, hogy a kultúra kisvárosa Pécsvárad. Lehet, hogy vannak alkalmak, amikor picit túlzónak érezzük ezt a megítélést, de én abban bízom, hogy igenis van alapja ennek a kijelentésnek, ha csak azokra színes eseményekre, rendezvényekre, programokra gondolok, ami január első vasárnapjától a Big Band újévi koncertjétől
a szilveszteri túráig, vagy a szilveszteri bálig terjed egy-egy évben, akkor azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék ezekre az eseményekre. És büszkék lehetünk a városunkban működő intézményekre, ez pedig a hamarosan következő műsor fogja bizonyítani, hiszen a mai program úgy állt össze, hogy Pécsvárad területén a városban működő intézmények, óvoda, iskola, középiskola, hoztál a maga kis műsorát, és itt egy színes csoportként fog előttünk összeállni, hogy mi mindent tudunk, mi mindennek tudunk készülni, mit gondolunk egyáltalán a magyar kultúra napjáról. Thank you.
Székelyföldön és Berlinben készült képeiből tartott élménybeszámolóval egybekötött vetítést Lévai Gábor a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzat januári teaházában. Szemmel láthatóan lekötötte az érdeklődőket a látvány, többen kedvet is kaptak egy nyári kirándulásra a látottak alapján. Kicsik és nagyok több generáció találkozott, és kellemesen elbeszélgetett az est további részében. Következő teaház február 16-án csütörtökön 18 órától vendég a Simple English együttes. Gyerünk, mint a csiga, tehát hátunk van a ház, illetve a bicikli a ház, az összes tudva, a sátor, a hálózák, a polipó, és van egy lazán kitalált tuti, tehát hogy már szeretnénk biciklizni, és aztán ez vagy bejön, vagy nem. Van egy kitalált terv, hogy nagyjából hol fogunk éjszakba aludni, ez is vagy bejön, vagy nem. Általában időjárástól és sok minden egyébtől függ a dolog. Székelyföldre, egy képsorozat első részét látjuk, hogy itt aludunk kerékpáros képviseli, majd lesz a folytatásra. Egy jelenleg közösséggel az evangéliusok tárgya, illetve és ugye a népművelés az már a régi időkben is magas fokon folyt, ugye a templomnak a tetején a mennyezetet felettás díszítés borítja, ahol minden egyik színűen. Aki már járt Székelyföldön, ez a Erdélyben, annak nagyjából fogalma van az helyi útviszonyokról. Ez egy viszonylag jobb fajta számít arra felé, aminek hatalmas előnye, hogy egy a testében nem sáros, mert bizonyos hosszartal volt, ellenben, hogyha száraz idő van, akkor nagy mennyiségű forra borítja be az elég kerékpárosokat, akik jönnek örömére, aztán híradónk végén következzen ismét egy báli tudósítás. Ezúttal a II. Béla középiskola szalagavatójáról készült összefoglalóban. A következő percekben a végzősök nyitótáncát láthatják.
Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Csütörtöki adásunk ismétlését holnap ugyanebben az időpontban láthatják. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Én megköszönöm szíves figyelmüket, az est hátralévő részéhez jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!